Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy Pest Erzsébet önkormányzata és annak képviselőtestülete nevében köszöntsem Önöket. A Szociális Munkanapja alkalmából megrendezésre kerülő díj átadásunkon. Azok, akik elismerésben részesülnek ez alkalommal, az elmúlt néhány hónap során kiemelkedő munkát végeztek. Munkájukat jelentős részben meghatározta a járvány, amely megnehezítette az egyébként is sok elhivatottságot és odafigyelést igénylő feladat végrehajtását. Köszönettel tartozunk nekik, köszönettel tartozunk a szociális ágazat valamennyi dolgozójának, hiszen helytálltak, és az elkövetkezendő időben is számítunk munkájukra, számítunk az együttműködésükre, nem csak mint önkormányzat, nem csak mint képviselőtestület, hanem valamennyi Pest Erzsébeti lakos nevében mondhatom ezt. A mai napon azok részesülnek elismerésben, akik az elmúlt hónapok során különösen kiemelkedő munkát végeztek, és együtt dolgoztak az önkormányzattal azon, hogy itt Pest Erzsébeten minél nagyobb biztonságban és minél jobb ellátásban részesüljenek a rászorulók. A szociális ágazat dolgozói közül idén 16-an vehetnek el elismerést, hűségjutalmakat. 2020-ban Pest Erzsébet kiváló közalkalmazottja a kerület intézményeiben hosszú időn keresztül folyamatosan végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Szabó Béla Imréné, Pest Erzsébet önkormányzatának szociális foglalkoztatója, gazdasági ügyintézője. Szabó Béla Imréné Györgyi az intézmény egyik tartó pillére. Remek szakember, akinek óriási tehetbírása jókedvel, vidámsággal párosul. Nem csak a gazdasági ügyeket intézi, hanem a kertészeti feladatok során jelentkező dömpinglevelezést is könnyen bonyolítja. Munkájában mindig első helyen szerepel a lelkiismeretesség, pontosság és a gondoskodás. Az idei év pandémiás időszakában intézményünk egyik legkiválóbb segítőjeként a nap minden időszakában ott volt, és végezte a munkáját kerületünk érdekében. Munkájára továbbra is számítunk, elismeréséhez gratulálunk. Pest Erzsébet kiváló közalkalmazottja címmel jutalmazzuk Harkányi Zsuzsannát, a Humán Szolgáltatások Intézménye gyermekek átmeneti otthona nevelőjét. Harkányi Zsuzsanna neve a hosszú évek alatt egyé vált az otthonnal. Gyermekfelügyelői és nevelőtanári feladatait mindig elhivatottsággal, precízen végzi, felelősségteljes, jó szakember. Megfigyelései pontosak, mindig a megoldásokat keresi, a lehetetlennek tűnő szituációkban is. Szakmai elvei, keretei szigorúak, de azokat korrekten, igazságosan és hatalmas szívvel alkalmazza. A gyerekek elvárásokra, elvégzendő feladatokra, ugyanakkor segítségre, jó szóra és szeretetre is mindig számíthatnak tőle. A gondozottak és szüleik egyaránt bizalmasukká fogadják, melyet ő mindig tisztelettel és becsülettel kezel. Az otthon nélküle nem lenne ugyanaz. Gratulálunk az elismeréséhez. Pest Erzsébet kiváló közalkalmazottja címet érdemelte ki Kőrösi Mónika, a Vörösmarty bölcsőde kisgyermeknevelője. Kőrösi Mónika magasan képzett kisgyermeknevelő, szakmailag felkészült, naprakész, szívesen vesz részt minden továbbképzésen. Munkája során szívesen ad szakmai tanácsot mind a tanulóknak, mind a pályakezdő kollégáknak, segíti munkájukat és beilleszkedésüket. Mentori diplomájával segíti a bölcsődei tanulók gyakorlatát, hogy a későbbiekben a magas szinten képzett utánpótlás méltón képviselje a szakmát, és jó hírét vigye az intézménynek. Elismeréséhez gratulálunk! Pest Erzsébet önkormányzatának helyi rendelete szerint az év közalkalmazottja kitüntető címeket olyan személyek vehetik át, akik az adott évben kiemelkedően magas színvonalon látják el munkájukat. Az év közalkalmazottja 2020-ban Kovács Krisztina, a Humán Szolgáltatások Intézménye Lajta utcai Szociális Szolgáltató Központ gondozója.
Kovács Krisztina 1992-ben kezdett dolgozni ápolóként a gondozóházban, majd ezt követően az idősek nappali ellátását segítve klubgondozóként folytatta munkáját. Az utóbbi évek során a házi segítségnyújtás keretében támogatja a kerületben élő idősek mindennapjait. Munkája során az időseket saját családjaként kezeli, gondjaikat, panaszaikat, mindig van ideje meghallgatni. Az ellátottak hozzátartozóival jó kapcsolatot alakít ki, adminisztrációja mindig pontos, precíz, megbízható. A felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el munkájában. Folyamatosan nyomon követi a szakma fejlődését, rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken. A COVID-járvány alatt saját készítésű maszkokkal látta el a kollégákat és azok családtagjait is. Elismeréséhez gratulálunk! Az év közalkalmazottja 2020-ban Balázs Dániel, a Humán Szolgáltatások Intézménye, intézményi központ, gazdasági ügyintézője, rendszergazda. Balázs Dániel karbantartja az intézmény és Pest Erzsébet önkormányzatának kábítószerügyi egyeztető fórumának honlapját. A rábízott számítástechnikai berendezések állapotát napra készen követi. Szemmel tartja a számítógéppart fejlesztésének lehetőségeit, az intézményi pályázatokat kezeli. A HSI számos elektronikus adatszolgáltatását végzi. Évek óta közreműködik a kerületi lakosok élelmiszeradományosztásának lebonyolításában, 2 éve, már heti 2 napon. Vezetője számíthat munkájára minden szükséges pillanatban, legyen az akár hétvége, este vagy szabadságának ideje. Elismeréséhez gratulálunk! Az év közalkalmazottja 2020-ban Molnárné Németh Beatrix, a Mártírok Bölcsöde kisgyermeknevelője. Molnárné Németh Beatrix megbízható munkaerő, mindenben lehet rá számítani. Munkája szakmailag kifogástalan, a maximalitásra törekszik, szívesen képezi magát szabadidejében. Minden szakmával kapcsolatos téma érdekli. Új ötleteit meg is ossza kollégáival. Nagyon segítőkész, csoportjában nyugalom, béke és vidámság van. Fontos neki, hogy azok a gyermekek, akiket a szüleik rábíztak, boldogan járjanak bölcsődébe. A szülőkkel való kapcsolata nagyon jó, így azok nyugodt szívvel bízzák rá legfénytettebb kincsüket, a gyermeküket. Természetéből adódóan őszinte, empatikus. Kiváló csapatjátékos, a bölcsőde sorsát a szívén viseli. Aktívan vesz részt a bölcsődei programok szervezésében, és szívesen vállalja az ezzel járó plusz feladatokat is. Elismeréséhez gratulálunk! Az év közalkalmazottja 2020-ban Szuromi Edit, a Humán Szolgáltatások Intézménye Marót utcai Szociális Szolgáltató Központ asszisztense. Szuromi Edit munkáját a precíz szakmaiság jellemzi. Az étkeztetéssel kapcsolatos, valamint a központra vonatkozó szociális dokumentációt pontosan napra készen vezeti. Jó szervező munkával, hatékony munkavégzéssel, magas színvonalon látja el feladatait. Pénzkezelési munkája igényes és áttekinthető. Gyorsan, rugalmasan oldja meg a problémás helyzeteket, munkatársai bizalommal fordulnak hozzá, segíti őket a felmerülő kérdések megoldásában. Az étkeztetést igénybe vevő ellátottakkal jó kapcsolatot alakított ki. Munkaszeretete, a szakma és a rászorultak iránti elhivatottsága követendő a segítő szakmában dolgozók számára. Az év közalkalmazottja 2020-ban Mészáros Edina, Pest Erzsébet önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Lajta utcai Szociális Szolgáltató Központ időskorúak átmeneti gondozóháza ápolója. Mészáros Edina 2014 óta dolgozik az intézményben. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, rendszeresen részt vesz egészségügyi és szociális továbbképzéseken. A kötelező munkaidő kereten túl szívesen vállal túlmunkát. Rugalmasan kezeli a munkájában keletkező változásokat,
kollégáival kiegyensúlyozott a kapcsolata, számíthatnak rá. A vezető ápoló távollétében maximálisan odafigyel az ellátottak dokumentációjára, állapotára, folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény orvosával, az ellátottak gyógyszerigényének felmérése és pótlásának koordinálásában. Elismeréséhez gratulálunk! Az év közalkalmazottja 2020-ban Boris Andrea, a Humán Szolgáltatások Intézménye Vágóhíd utcai Szociális Szolgáltatóközpont dolgozója. Boris Andrea 2008 óta dolgozik az intézménynél. Az emberek iránti tisztelete, türelme, elfogadása és megértése az egész központ számára példaértékű. Munkáját mindenkor kimagasló színvonalon, nagy odafigyeléssel végzi, így számos idős és beteg ember napjait könnyíti meg gondoskodásával. Kollégái szeretik, tisztelik és elismerik őt. Precizitása, nyugodtsága, kedvessége, alkalmazkodó képessége és a munka iránti alázata miatt. Stabil, megbízható tagja a munkaközösségének, akire mindig lehet számítani. Elismeréséhez gratulálunk! A következő percekben azokat a dolgozókat köszöntjük, akik már évtizedek óta munkájukkal, kitartásukkal bizonyítják, hogy fontos számukra a gondozottakkal és a kollégákkal kialakított emberi kapcsolat, hűségesek az itteni közösségekhez, Pest Erzsébethez. Pest Erzsébethez és a hivatásához való 20 éves hűségéért elismerésben részesül Balogh Zsuzsanna, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Család és Gyermekvédelmi Szolgálat technikai dolgozója. Nádudvariné Farsang Györgyi, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Marót utcai Szociális Szolgáltatóközpont gondozója. Fejfenrót Ferencné, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Család és Gyermekjóléti Központ tanácsadója. Torda Zsuzsanna, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Lajta utcai Szociális Szolgáltatóközpont nappali ellátás vezetője. Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk. Pest Erzsébethez és a hivatásához való 30 éves hűségéért elismerésben részesül. Szentesi Istvánné, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Kossuth bölcsöde kisgyermeknevelője. Pest Erzsébethez és a hivatásához való 35 éves hűségéért elismerésben részesül. Járainé Varga Éva, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Adi bölcsöde kisgyermeknevelője. Misurák Miklós Béláné, a Humán Szolgáltatások Intézménye, Adi bölcsöde, kisgyermeknevelője. Elismerésükhöz gratulálunk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves munkatársak! Egy teljesen szokatlan helyzetben, egy teljesen szokatlan ünnepségen kell, hogy most részt vegyünk. Pont azért, hogy azokat a munkatársakat, akik az elmúlt időszakban önmagukat sem kímélve álltak a frontvonalban, azok a szociális munkások, akik kerületünk időseit, családjait és minden egyes hozzájuk forduló rászorultat támogattak, azokat szeretnénk ma ünnepelni, azokat káma köszöntsük. Szeretném azt kívánni mindenkinek, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, nem csak kerületszerte, hanem világszerte, mielőbb a lehetőségekhez képest érjen véget. Azt gondolom, hogy mindenkinek a lelkét mélyen érinti, megviseli ez a helyzet, nagyon nehéz megküzdeni a mindennapjainkkal. Azok a munkatársak, akiket most köszöntünk, azok a munkatársak, akikről csak akkor veszünk tudomást, csak akkor veszük észre, hogy ők vannak, amikor szükség van rájuk. Amikor nehéz helyzetbe kerül egy idős ember, amikor olyan szociális helyzetbe kerül bárki, amivel eddig nem találkozott, és természetesen azok a családok, akiknek egyébként a mindennapjait meghatározza az, hogyha valami nehézséggel találkoznak. Kérem az ő kitartásukat, fogadom, hogy a támogatásukba
mindent el fogunk követni az önkormányzat részéről, hogy az elkövetkezendő időben is úgy tudják a munkájukat végezni, hogy ez mindenki számára megnyugtató legyen. Kívánom nekik, hogy tudják megőrizni egészségüket, nem csak saját maguk számára, a családjuk számára és a kerület számára is. Köszönöm figyelmüket!